A Lanyatádi geotermális fűtési rendszer a gyógyfürdő termák útjának hulladékhőjét fogja hasznosítani. Az építését a budapesti és a nagyatádi cégek közös ajánlatukban bruttó 274 millió forintos összköltségen vállalták. Mivel a 266 milliós Európai Uniós támogatás nem elég, ezért további 8 millió forintot az önkormányzat hitelből biztosít. Erre az összegre többlet támogatási kérelmet nyújt be a város. Lakáshelyzet. Öt önkormányzati intézmény fűtését fogják ezzel kiváltani. Ez a fürdő, a turisztikai központ, a polgármesteri hivatal, a Baros irodaház és a kulturális központ. Hosszú idő óta törekszünk már arra, hogy energia megtakarítást érjünk el az önkormányzati intézmények működése során. Ennek kettős célja van. Az egyik nyilvánvalóan, hogy pénzügyi megtakarításokat szeretnénk elérni. Azt akarjuk, hogy kevesebbe kerüljön az energiafelhasználás. Ugyanakkor azt is nagyon fontosnak tartom, hogy védjük a környezetünket, kíméljük a környezetünket, és ezért a megújuló energiákat részesítjük előnyben. Most a gyógyfürdőnél folytatjuk ezt a fajta törekvésünket, és a gyógyfürdő hőenergiának, a termálvíz hőenergiájának a felhasználásával érünk el összességében évente 13 millió forint megtakarítást. Egyrészt ugye a fűtési gázenergia kiváltásával, másrészt ugye ezzel párhuzamosan napelemeket helyezünk el az érintett intézmények, létesítmények tetején, és így aztán a napenergiával váltjuk ki az elektromos áram szükségletet. Nagyatád tehát egy újabb lépést tesz az energiahatékony működés irányába az uniós beruházásnak köszönhetően.